47 érmet szereztek az elmúlt tanévben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksportolók az országos döntőkben, ezzel a megye a 6. helyen végzett az országos rangsorban. Díjakat adnak át a megyei diáksportgálán. Az idei tanévben is szép eredményekkel zártak a megyebeli diákok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 9 területi diáksportbizottságon keresztül mintegy 11 ezer fiatal kapcsolódik a diákolimpia rendszeréhez. 15 sportágban hirdettek versenyt a tanévben. A legjobbak bekerültek az országos döntőkbe. 16 arany, 19 ezüst és 12 bronzérmet hoztak el a megyei diákok. Ezzel országosan a 6. helyen végeztek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a gyulaházi Kozma Pál általános iskola, mert a 4., a középiskolások között pedig a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium az 5. helyen végzett. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület több együttműködési megállapodást írt alá, ezzel is bővítette a diáksport lehetőségeit. Idén 7 országos elődöntőnek adott otthont Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, jövőre rangos versenyek is lesznek a megyében. Az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok országos döntőjét Nyíregyházán rendezik meg. És még más fontos események is lesznek. Baracsi Andrea vendégem, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke. Nagyon szépen szerepeltek, és ez a diáksportolók is, ez a 6. hely kiemelkedőnek számít az országos rangsorban. Minek köszönhető ez a szép szereplés? Igen, mi is nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre, de azért bízunk benne, hogy akkor még a dobogóra is fel fogunk kapaszkodni, reméljük már a jövő évben is, hiszen volt már erre korábban is példa. Úgyhogy nagyon örülünk a 6. helynek, büszkék is vagyunk rá, és úgy gondolom, hogy a megye szempontjából ez tényleg egy olyan teljesítmény, amire tényleg méltán lehet felnézni, és azt hiszem, hogy mind a felkészítő tanárok, mind a diáksportbizottságok, mind pedig a diákok büszkék lehetnek, hiszen az a 11 ezer diák itt a megyébe, aki érintett a megyei diáksport által, ők mind-mind tettek azért, hogy ez az eredmény, ez az országos eredmény, ez így alakuljon, és ezáltal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bizony vigye a hírt Budapestre, hogy itt bizony nagyon komoly diáksport élet van, és rengeteg gyerek van meg találva a diáksport által, úgyhogy ez köszönhető a tanároknak, köszönhető a gyerekeknek, és bízom benne, hogy egy picit talán köszönhető a megyei Diáksport Egyesületben végzett munkánknak is. Az Egyesület hogyan segíti a megyei diáksportolókat, a megyei diáksportot? Természetesen egy szervező feladata van a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesületnek, és mi lényegében egy kapcsot képezünk a Magyar Diáksport Szövetség és a DSB között, a 9 diáksportbizottság között, akik területi szinten szervezik ezeket a versenyeket, és mi pedig koordinálva bonyolítjuk le ezeket a diáksport, diákolimpiai versenyeket. Úgyhogy nagyban vagyunk ráutalva természetesen a felkészítő tanárokra, illetve azokra a diáksport egyesületekre, akik területi szinten működnek, de úgy gondolom, hogy valóban sikerült kialakítani egy olyan szakmai kapcsot, egy olyan szakmai munkát, amely azt hiszem, hogy abszolút a diákok, a diákolimpikonok érdekeit szem előtt tartva működik már hosszú évek óta, és reméljük, hogy sikerült is egy szintet lépnünk, és bízunk benne, hogy az elkövetkezendőkben még magasabb szakmai színvonalon és még komolyabb eredményeket tudunk majd elérni. Ehhez hozzájárulhat az is, hogy ebben az évben jó néhány együttműködési megállapodást aláírt az önök szervezete. Kikkel kötöttek együttműködési megállapodásokat, és milyen célt fognak szolgálni ezek az együttműködések? Valóban elindult egy folyamat 2014-ben, aminek az volt a célja, hogy valóban egy olyan hálót tudjunk szőni a diákolimpiai mozgalom fölé vagy alá itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely mindenképpen segíteni tudja azokat a célokat, amelyek én úgy gondolom, hogy szükségesek ahhoz, hogy a sportolók valóban eredményeket tudjanak elérni, amellett, hogy jól is érzik magukat a diákolimpiai mozgalomban. Ez kezdődött a megyei önkormányzattal. A megyei önkormányzattal 2014-ben kötöttünk egy együttműködési megállapodást, amelynek van egy anyagi vonzata is, és amelyel tudjuk érni, tudjuk jutalmazni azokat a testnevelőket, akik nagyon sokat tesznek a diáksport életén. Ezt követte egy háromoldalú együttműködési megállapodás, amely a Magyar Diáksport Szövetség, a Kölcsei Televízió és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport Egyesület között köttetett. Ez kifejezetten a média megjelenéseket támogatta, illetve azt, hogy úgy tudjuk bevinni a közéletbe a diákolimpiai mozgalmat, hogy ne
csak azok az érintettek tapasztalják folyamatosan, hogy mi is történik, akik naponta találkoznak a diákolimpiával, hanem bizony azok az emberek is, akik újságot olvasnak, tévét néznek, ők is legyenek képbe azzal, hogy itt valóban egy nagyon komoly bázison, nagyon komoly munka folyik, és nagyon komoly eredményeket érnek el a gyerekek. És ez az együttműködési megállapodás hálózat bővült idén, hál' Istennek tovább, hiszen sikerült Nyíregyháza megye jogúvárossal is kötni egy együttműködési megállapodást, hiszen azért Nyíregyháza rengeteg diákolimpiai versenynek, megyei döntőnek, országos elődöntőnek vagy országos döntőnek ad otthont. És ez az együttműködés megállapodás azt biztosítja számunkra is, és én úgy gondolom, hogy a város számára is, hogy ezek a rendezvények, ezek magas szakmai színvonalon is gördülékenyen tudjanak majd megvalósulni. És folytattuk a sort a Nyíregyházi Egyetemmel, amelynek a fő célja egyértelműen részünkről az, hogy kihasználjuk azt a szakmai tudásbázist, ami a Nyíregyházi Egyetemen ott van, hiszen ott a jövő testnevelőit képzik, és emellett mi szeretnénk adni is a Nyíregyházi Egyetemnek, hiszen gyakorlati lehetőséget tudunk biztosítani ezeknek a tanulóknak, és úgy gondolom, hogy ezáltal az ő szakmai munkájuk is sokkal erősebb lesz a későbbiekben, de emellett természetesen még pályázatok, projektek megvalósítása és sok-sok olyan feladat, amely úgy gondolom, hogy mind a két fél számára előnyös lesz. Itt a tanulók természetesen a jövőbeli vagy a jövendőbeli testnevelők és edzők az egyetem részéről. Az a gondolat jutott az eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt beszéltem egyetemi hallgatókkal és testnevelőkkel is, akik ugye azt mondták, hogy akkor még nem volt bevezetve a mindennapos testnevelés, hogy nagyon nehéz jól megszervezni a megyei diáksportot, illetve jól megszervezni azt, hogy minden sportágban legyen utánpótlás. Ugye utána történt egy nagy váltás azzal, hogy bevezették a mindennapos testnevelést. Minden gyerek mozog, minden gyerek többet mozog, lehet ezt elmondani, és minden sportágra nagyobb figyelem fordul. A nemzeti alaptanterv jövőre megszületik, a nemzeti alaptantervben pedig már lesznek kiemelt sportágak, amit a mindennapos testnevelés keretén belül kiemelten fognak kezelni, ilyen lesz a röplabda, ilyenek lesznek a küzdő sportok is. Látható egyfajta minőségi változás. Hogyan csapódhat le ez a minőségi változás a megyei diáksportnál is? Igen, én biztosan tudom mondani, hogy, és mi is tapasztaljuk, hogy van egy minőségi változás ezen a téren, mind az iskolákban, mind pedig azokon a versenyeken is, amelyeket mi bonyolítunk le, és valóban nem könnyű egyébként megvalósítani egy-egy ilyen, akár egy megyei döntőt, vagy egy országos elődöntőt, de mégis az a szakmai segítség, amit megkapunk, és én úgy gondolom, hogy az a szakmai segítség, amit a felkészítő tanárok is megkapnak a kormány által kezdeményezett döntések folyamán, az mind-mind segíti azt, hogy a diákolimpiai mozgalom is egy egyre eredményesebb és egy egyre stabilabb mozgalommá váljon. Itt is voltak korábban problémák, de én úgy gondolom, most egy olyan emelkedő pályára sikerült állni. Természetesen ez abszolút hozzájárult a mindennapos testnevelés is, amellyel én úgy gondolom, hogy stabilan lehet hozni azokat a célokat, és stabilan lehet a gyerekek igényeit is kielégíteni, mert azt mondom, hogy ez a legfontosabb, hogy az ő igényeiknek megfelelő oktatást legyen, és tudják megtalálni azokat a sportágakat, amelyeket szeretnek, amelyekben jól érzik magukat. Ehhez kapcsolódik például a Sport legyen a tiéd program is, amely egy sportágválasztó országos program, amely szintén rengeteg olyan eszközzel és lehetőséggel segít a gyerekeknek, amely azt hiszem, hogy mindenképpen szükséges és elengedhetetlen. Milyenek a sportoláshoz szükséges lehetőségek, felszereltségre gondolok, tornatermekre itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Azt tudva lévő, és ezzel több területen is foglalkoztunk, hogy lesznek fejlesztések a jövőben, tanúszodák épülnek például járási szinten, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy minőségébb legyen az oktatás. Igen, hát a kérdésben benne van a válasz valóban. Ezek szükségesek ahhoz, hogy meglegyenek mind az infrastruktúrális feltételek, mind pedig azok az eszközfeltételek, ami egy-egy sportághoz szükséges. És bár természetesen vannak hiányosságok, vannak még olyan problémák, amelyeket meg kell oldani, de én úgy gondolom, hogy azok a jövőben megvalósuló, vagy már elkezdett fejlesztések, legyen az akár egy tornaterem felújítás, egy tornacsarnok építés, vagy a járási tanúszodák építése, ezek mind hiánypótló beruházások lesznek, és mind-mind komoly eredményt fog vonzani maga után, mind szerintem az eredményekben, mind pedig a gyerekeknek az általános közérzetében, igen, köszönöm szépen a segítséget. Lesz két nagy rendezvény jövőre, két kiemelt rendezvény, aminek Nyíregyháza had otthont, melyek lesznek ezek? Valóban két országos döntőt fogunk megrendezni még hozzá az év elején, amely
miatt egy picit már, azt kell, hogy mondjam, egy picit izgulunk, mert ez hatalmas falat lesz, és a magunk által magasra tett mércét azt most sikerült még egy picit magasabbra strófolnunk, hiszen felkértek bennünket az országos labdaját, összevont országos labdajátékok döntőjének a megvalósítására, amely 2017. február elején lesz, ami azt jelenti, hogy itt Nyíregyházán több mint 700 gyerek plusz felkészítők, illetve kísérők fognak egymással megküzdeni egy hosszú hétvégén, röplabdában, kosárlabdában és kézilabdában. Ez egy mind logisztikailag, mind pedig szakmailag egy nagyon komoly kihívás, de azon leszünk, hogy olyan szinten tudjuk megvalósítani majd ezt a versenyt, illetve az ezt követő amatőr kézilabda országos döntőt, amely márciusban lesz majd megvalósítva, hogy erre bízunk benne, hogy fel fogja kapni a fejét nem csak Budapesten, hanem akár még az összes többi megyében is az ember a fejét, és valóban olyan eredményt, illetve olyan nyomot tudunk magunk után hagyni majd a diáksport életben, amely mindenképpen segíti majd a megyei eredmények minél jobb és minél pontosabb transzparenciáját. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, Baracsi Endre. Köszönöm szépen.